az emlékek visszatérnek! 1997-ben a Marson amerikai űrszonda landolt, míg a szigetre megérkezett 260 ezer látogató, hogy már 28 helyszínen és 800 programon szórakozzanak egy hétig. A fellépők között voltak Motorhead, Rollins Band, Faith No More, Chumbawamba, Foo Fighters, New Model Army, Cardigans és fantasztikus koncertet adott David Bowie, valamint a harmadik kerületi polgármester, aki be akarta záratni a szigetet. Beindult a decibel botrány. A kezdeti időszakban is próbálkoztunk vetítéssel, de akkor még nem is volt projektor. Sőt, amikor volt projektor, az egy ilyen csoda volt, hogy a projektor három ekkora lencséje volt, és szerintem addig a falig nem világítna el. És VHS-sel volt meghajtva, és másrészt meg diavetítőkkel volt kiegészítve ez az egész. És amikor jött a füstgép, akkor így vége, semmi nem látszott belőle. Innen indult, de aztán ahogy laptopok hozzáférhetőké váltak, meg normális technika bejött a piacra, meg fejlődött a projektor, meg a LED-fal, úgy ez egyre komolyabbá vált ez az egész VJ-zés. Úgyhogy mostanában egy komoly színpad nincs LED-fal nélkül.